Ez nem lesz vidám vagy szórakoztató, viszont úgy éreztem, hogy addig nem szeretnék, nem akarok, vagy nem tudok új videókat vagy írományokat készíteni, amíg ezt nem dolgoztam fel valamilyen formában. És van jó néhány ember, meg lesz is a jövőben, akinek időről időre aktuális lesz a halál témája. Apa nem volt öreg, 63 évet élt, nagyjából kétszer annyit, mint én eddig. Ilyenkor gyakori, hogy azonnal az igazságosság, igazságtalanság tengelyen igyekszünk elhelyezni az eseményeket. Ennek alig ha van értelme. Nem fogjuk jobban érezni magunkat, én legalábbis biztosan nem. A logika sem segít, mert hogyha szigorúan a logika mentén gondolkodom, akkor olyan dolgokat sorolhatok fel, amivel hozzájárult a saját sorsához. 63 évéből 40-en keresztül dohányzott. Nem akarom ezzel azt mondani, hogy ez az egyetlen ok, ez egy darab tényező a sok közül. De tüdődaganata lett, ezért jelentős tényezőnek tűnik. Szeretett magyarosan, zsírosan enni, nem sportolt rendszeresen, túlsúlyos volt. Olyan munkát vállalt bő 40 éven át, ami több műszakos, és tapasztalta, hogy mennyire nem egészséges dolog ennyi időn keresztül össze-vissza, rendszertelen beosztásban dolgozni, sokszor éjszaka ébre lenni és nappal aludni. De még ezeknél is nagyobb hiba, amit teljesen jó szándékkal ugyan, de aktívan vétett, hogy szinte akármikor, amikor kérdeztük, hogy hogy van, akkor azt mondta, hogy tökéletesen. Vagy, hogy mi az apám fasz a bajom lenne. Mindig mindent humorral oldott. Csak az a probléma, hogy aki mindig tökéletesen van, az nincs mindig tökéletesen. Sőt, szinte soha nem adta át a nehézségeit, félelmeit, fájdalmait, problémáit, szorongásait. Ő csak tűrt, tartotta a hátát, intézkedett, mindent elnyert. Ezt a hozzáállást sokan férfiasnak vagy dicsőségesnek ítélnék, valójában pedig sajnos érzelmileg éretlen. Ez egy végtelenül fárasztó, önkizsigerelő megküzdési mód. Mint az állatfarmban a ló, aki mindent magára vállal, minden problémánál azt mondja, hogy akkor majd még többet és még keményebben dolgozom. Aztán pedig, amikor végleg elfárad, viszik a vágóhídra. Aki mindig mindenen nyavajog, a legkisebb problémát sem tudja elviselni, és nem önálló, arról könnyen megállapíthatjuk, hogy éretlen. De arról már nem annyira sokan tudnak, hogy ennek a teljes ellentétje, a mínusz egyszeres szorzata is éretlen. Hogyha mindent elvállalok, mindent kibírok, fát lehet hasítani a hátamon, az egy túlkompenzáló megküzdés. Nekem az egyik legnehezebb, amit el kell fogadnom, hogy nem tudtam rajta segíteni. Senkit nem lehet megmenteni kívülről. És különösen szomorú az egészben, hogy az egészséges életmódról tanítok egy bő évtizede. És mindig is nagyon jól esett, amikor láttam mondjuk a Facebookon, hogy apa kedvelgeti az írásaimat. Talán egyszer sem hozta szóba ezt élőben, de ugyanígy a videókról utólag tudtam meg, hogy a munkatársainak nagy örömmel mutogatta, együtt nézték néha. Egyszer még egy kommentelővel is elkezdett vitatkozni a YouTube-on, aki rossz indulatúan nyilatkozott róla. De hiába javasoltuk neki, hogy esetleg lenne még mit fejleszteni a táplálkozásán, életmódján, hogy jó lenne többet sétálni, biciklizni, hanyagolni a dohányzást, mindig azt mondta, hogy ezzel csak az a baj, hogy a tökéletesen már nincs mit fejleszteni. Nagyon furcsa, mert az érdekelte, hogy velünk mi a helyzet, de az már nem annyira, hogy vele mi van, vagy mi lesz. Például teljesen mindegy volt számára, hogy milyen ruhát vesz fel. Már lehet, hogy sokszor rájátszott poénból, hogy direkt a borzalmasan kinéző ajándékba kapott, másoktól megörökölt, festékes, kopott, szakadt ruhákat is büszkén felvette, akármennyire is megmosolyogtatóan állt rajta. Ezzel szemben, még felnőtt koromban is, amikor már több volt a fizetésem, mint az övé,
Ha meglátta, hogy egy pulóverem vagy nadrágom egy kicsit is kopott, esetleg van rajta egy lyuk, akkor jött oda, hogy ezt azonnal dobjam kifele, vegyek egy újat, és már nyomta is a kezembe a pénzt, hogy ezt csak erre szabad költeni. Vagy hogyha mentünk haza hétvégére meglátogatni őket, akkor mindig kérdezte, hogy mit szeretnénk enni, mit főzzenek, és hiába mondtam, hogy jó lesz az, amit ők ennének szívesen, de nem, az lesz, amit mi kérünk. Maguknak, meg a hétköznapokban spóroltak a kaja minőségén. Voltak vitáink is természetesen, például a továbbtanulásról, a diploma jelentőségéről, de pontosan értem, hogy ezt azért erőltette, mert jobb sorsot szánt nekünk, mint magának. Elképesztően fájdalmas volt azt látni a vége felé, amikor ráébredt, hogy a kitartása, ereje, küzdeni akarása egyszerűen nem lesz elegendő ahhoz, hogy ebből az utolsó csatából felálljon. Ez nem olyan volt, mint bármelyik korábbi betegség, hogy ó, majd elmegyek egy kis betegszabadságra és kipihenem. Nem így tervezte. Állandóan arról beszélt korábban, hogy milyen jó lesz majd nyugdíjasnak lenni, mennyi mindent fog csinálni. Én nem vagyok orvos, és még az orvosok sem tudják megmondani teljes pontossággal, hogy ez most hány százalékban genetika, mennyiben életmódbeli tényezők, mekkora részben pszichológiai téma, de az sajnos egyértelmű, hogy nem tett meg minden tőle telhetőt életében, hogy elkerülje ezt a végkifejletet. És sokféle érzés kavarog bennem, hullámzik a hangulatom, ami teljesen természetes a gyásznál, mert hiányzik, és nagyon sajnálom, hogy legalább 30 év eltűnt, amit még velünk kellett volna töltenie. Nem tökéletes, de elég jó apa volt, és ennél több nem is kell. És szeretném átadni a tapasztalatom azzal kapcsolatban, hogy mik azok a téves és kifejezetten káros mondások, kívánságok, amit ilyenkor próbálnak mondani az emberek. Azért teszik ezt, mert nem tudják, hogy mit mondjanak, hogy hogyan viselkedjenek. Csak azt tudják továbbadni, amit korábban hallottak. Így nem segítenek a gyászolóknak a feldolgozásban, hanem csak mélyítik a problémát. Most nem azért okoskodok, mert én nagy szakértő lennék, én se tudtam, ameddig nem jött ez, és nem kezdtem el olvasni a témában. Ha a testünkről beszélünk, akkor talán a legbugyutábbak is felfogják, hogy mi a teendő. Például autóbalesetet szenvedünk, nyílt törésünk van, ömlik a vér a karunkból, ebben az esetben a lehető leghamarabb mentőt kell hívni, kórházba szállítani és elkezdeni a professzionális segítségnyújtást. Ezzel szemben, amikor a lelkünket éri ekkora trauma, lazán tanácsolják, hogy kitartás, az idő mindent megold. Most mondanád egy embernek, akinek a karjából patakokban ömlik a vér, hogy menj haza, pihenj, kitartás, az idő mindent megold? De alig ha. Legalábbis remélem, hogy nem. Elkezdtem olvasni egy könyvet, Gyógyulás a gyászból a címe, sajnos már nem lehet kapni, a kedvesem munkatársa adta, amit ezúton nagyon szépen köszönök neki. Abban volt összegyűjtve a legkárosabb tanácsok listája, amit a gyászterapeuták 30 év alatt rendszeresen hallottak, és az a kemény, hogy én ezt az elmúlt pár hétben valóban majdnem mindet megkaptam. Néhányat meg korábban. Ne legyél szomorú. Vagy ne sírj. Hát ha valamikor, akkor egy ilyen tragédiánál kifejezetten érdemes megélni a szomorúságot, mert ha nem tudod megengedni, akkor bent ragad és mérgezni fog tudat alatt hosszú időn át, akár egész életedben. És nem csak tragédia kapcsán, hanem máskor is azt szokták mondani, hogy ne sírj, ne legyél szomorú, és ezzel segíteni próbálnak, valójában viszont akadályozzák a feldolgozást, és arra kényszerítenek, hogy játszd meg magad, mondd azt, hogy már jobban vagy. Mert akkor viszont örülnek, és veled vidámkodnak, miközben te nem érzed jól magad. Pótold a hiányt.
ezt főleg mondjuk háziállatok halálakor szokták mondani, akármilyen jó szándékú is, de rettentő rosszul esik, és még rosszabb lesz tőle a gyászolónak. Nekem is mondták az előző kettő kombinációját régen, hogy ne szomorkodjak, majd veszünk másik kecskét. De szomorkodok, és kurvára nem kell egy másik kecske most, mivel a kecském az nem egy iPhone volt, amiből veszel egy másikat, és tök ugyanolyan. Gyászolj egyedül. Sokan ahelyett, hogy megkérdeznék a gyászolót, hogy mi esne jól neki, azt beszélik meg egymás közt, hogy hagyjuk magára, idő kell neki, hadd szomorkodjon, ne zavarjuk, holott ilyenkor egyébként is a depresszióhoz hasonló tünetek jönnek elő, egyedül és elszigetelve érzi magát az ember, éppen hogy jól esne sokaknak a gesztus, hogy itt vagyok, számíthatsz rám, beszélgethetsz velem, ha akarsz. Vagy akár csak megnézzünk egy filmet együtt. Nem is kell beszélgetni közben. Az idő mindent megold. Valójában nem. És ha ez a fő hitünk, hogy az idő mindent megold, akkor megadjuk magunkat a passzív elfolytásnak, hogy az lemerüljön megoldatlanul. Ironikus módon sokkal tovább rosszul leszünk, ha így járunk el. Sőt, lehet, hogy sosem leszünk jól, amíg nem foglalkozunk a történtekkel. Csak egyre nehezebb dolgunk lesz, hogy előássuk, minél több idő telik el. Légy erős másokért. Nekem rettentően irritáló volt és rosszul esett, hogy hiába a legjobb szándék, de rengeteg ember kizárólag folyamatosan annyit kérdezett, anya hogy van, hogy viseli? Meg szinte mindenki azt nyomta a temetésen is, hogy vigyázzatok anyátokra. Mintha az nem is lenne lényeges, hogy mi hogy vagyunk. Mintha valamiféle hierarchia lenne, és már ezzel is arra tanítanak, hogy a mi gyászunk az nem olyan jogos, az most nem számít, azt tegyük félre. Hát képzelj el mindenki, aki ezt tanácsolta, hogy folyamatosan hazajártunk, tesóm egy időre haza is költözött, és onnan dolgozott, hogy tudjon segíteni a kórházba járásnál. A temetést és minden hivatalos ügyintézési 95%-ban ketten intéztük el, és automatikusan kérés nélkül vigyáztunk az édesanyánkra. Amikor ezt a szöveget írtam, a vonaton ültem, mert most is nála voltam a hétvégén. Ezért is elképesztően dühítő, hogy összesen úgy fejezek ki a részvétüket, hogy vigyázzatok anyátokra. Ezzel a mi fájdalmunkból nem vették ki a részüket, hanem mélyítették. Ez egy kéretlen tanács, mi több azt sugallja, hogy magunktól nem jutna eszünkbe, hogy vigyázzunk rá. Foglald el magad. Gyakori tanács az is, hogy állj rá a teendőkre, az élet megy tovább, csináld, amit kell, és majd akkor az élet az úgy körbenövi a gyászt. Csak hogy ez ugyanaz a tanács, mint amit az idő mindent megold esetén is említettem. Autóbaleset, nyíltörés, mi a teendő, ülj vissza a kocsiba, és menj a Lidlbe proteinjoghurtot venni, mert az volt az eredeti terv, nem? Még egyszer mondom, hogy az esetek legnagyobb részében az emberek nem azért mondják ezeket, mert rosszat akarnának, hanem mert ezt hallották, vagy ez jut először eszükbe. Nem tudják, hogy mit mondjanak. De az az igazság, hogy sokkal jobban esett nekem például az, amikor az egyik barátommal találkoztam, rám nézett, láttam a fején, hogy próbál mondani valamit, de nem bírja kitalálni, hogy mi legyen az, úgyhogy inkább fogta és megölelt. És ennyi. Az is kifejezetten jól esett, amikor azt mondták, hogy nem tudok mit mondani erre, de itt vagyok. Még egy ilyen, kicsit semmilyen mondás, hogy szólj, ha bármiben tudok segíteni. Hiába ez túl általános. Nekem személy szerint sokkal jobban esett, amikor specifikus kérdést tettek fel. Kölcsön adjuk az autót, vagy elvigyük titeket valahova? Főzzek neked enni? Tudok valamit segíteni a hivatalos ügyintézésben? Még hogyha nincs is szükségem ezekre éppen, akkor is jól esik a szándék, hogy egyáltalán gondolkodott és energiát fektetett abba, hogy próbálja kitalálni, miben tudna segíteni, ahelyett, hogy bemondja bármiben. És főleg, amikor nem is ismerjük egymást valakivel,
és azt mondja, hogy szólj, ha bármiben tudok segíteni, az inkább róla szól, mint rólam. Sok esetben az érzelmek helyett az értelemre próbálnak hatni, és teljesen igaz dolgokat mondanak, csak épp azok az érzelmi fájdalmon nem enyhítenek. Például jobb neki ott, ahol most van, vagy már nem fáj neki. Ez így van, de nekünk még fáj attól. Tehát ez két külön dolog. Annak örülök, hogy neki már nem fáj, de ez nem csökkenti a mi fájdalmunkat. Nem az az egyetlen dolog, ami fájt nekem, vagy nekünk, hogy a végén milyen rossz volt szegénynek, hanem az is, ami ezután jön. Azt meg nem oldja fel, hogy neki már nem fáj. Javaslom, hogyha valaki gyászol, és te szeretnél neki segíteni, kérdezd meg, hogy hogyan tudsz, hogy mi esne jól neki, érdeklődj. Kérdezgessem időnként, hogy hogy vagy, vagy inkább ne kérdezgessem? Ajánljam fel a segítséget napi teendőkben, vagy ne? A gesztus a lényeg. Semmiképp sem arra sarkalt, hogy dolgozza fel minél gyorsabban, ne mutassa ki, lépjen tovább, és ne olyan tanácsokat próbálj adni, amik szerinted enyhítetik a fájdalmát. A gyásszal teendő van. Fel kell dolgozni, lehet egyedül, de talán sokkal jobb és hatékonyabb mással, másokkal. Most végül pedig arra szeretnélek szépen megkérni, hogy ahelyett, hogy itt lesz x darab részvétem, meg őszinte részvétem komment, ami nem csökkentene semmit a fájdalmon, inkább írd le, hogy te mit szeretsz, vagy mit szerettél legjobban a te édesapádban. Ha még életben van, akkor esetleg menj el hozzá, vagy hívj fel telefonon, és mondd is meg neki. Nagyon szeretlek édesapám, és ez így is marad, amíg élek. Világ életemben irritált a horkolásod, de az előző karácsonykor, amikor otthon voltam, csak egyetlen egy mondat járt a fejemben, mielőtt elaludtam. Most nem zavar, hogy horkolsz. De jó, hogy még itt horkolsz.